Az ukrán háborúról is tárgyalt Franciaországban az amerikai külügyminiszter. A francia elnök az egyik legharcosabb képviselője Ukrajna katonai támogatásának. Még azt sem tartja kizártnak, hogy nyugati katonák harcoljanak a fronton. Több európai politikus is egyetért ezzel. Oroszország viszont közvetlen fenyegetésnek tekinti a nyugati katonák bevetését. Moszkva szerint ez a fajta beavatkozás a konfliktusba a harmadik világháborút is kirobbanthatja. Az Egyesült Államok külügyminisztere kedden érkezett Franciaországba, a Versailles fegyvergyárban a védelmi miniszterrel nézte meg azokat a katonai felszereléseket és lőszereket, amelyeket Franciaország Ukrajnába küld majd Párizsban francia kollégájával találkozott, Stefan Sezournéval a főbb nemzetközi válságokról, így az izraeli és az ukrajnai háborúról is beszéltek. Az egyeztetés után mindketten megerősítették, hogy az Egyesült Államok és Franciaország is folytatni akarja Ukrajna katonai támogatását. We are working... Day in, day out. Nap mint nap azon dolgozunk, hogy hatékonyan megakadályozzuk a fegyverek és felszerelések Oroszországba szállítását Iránból, Észak-Koreából és Kínából. Szögezte le Anthony Blinken, aki Ukrajna esetleges NATO tagságára is kitért, és azt mondta, Ukrajna előbb-utóbb csatlakozni fog a szövetséghez. Anthony Blinken kedden este Emmanuel Macron francia elnökkel is egyeztetett, ahol a főbb témák között szintén szerepelt a háború kérdése. A francia elnök álláspontja ebben a kérdésben egyértelmű. Erről először február végén beszélt, amikor azt mondta, nem zárja ki, hogy nyugati csapatok induljanak harcolni a háborúba. Ezt később több nyilatkozatában is kifejtette, és leszögezte, szerintes semmilyen eszköztől sem szabad visszariadni Oroszországgal szemben. Nem szabad gyengének lennünk, ezért tisztán kell látnunk a helyzetet, és bátran ki kell mondanunk, készek vagyunk az eszközeinket használni, hogy Oroszország ne győzzön. Fogalmazott korábban a francia elnök, akinek a szavaira az oroszok válaszul atomháborúval kezdtek fenyegetőzni. Emmanuel Macron felvetését megerősítette a francia nemzetgyűlés elnöke is. A köztársasági elnök közleményben azt mondta, eleve semmit sem zár ki, Franciaország álláspontja a háború végéig a győzelemig változatlan marad, vagyis hogy minden lehetséges, nem fogom tovább értelmezni az elnök szavait, ez az álláspont elég egyértelmű, hangsúlyozta a francia politikus. Szakértők szerint azonban ez egyet jelentene a harmadik világháború kirobbanásával. Magyarország az egyetlen olyan európai ország, a Európai Uniós ország, szerbiai, ilyen még európai szinten, a, amely a kezdetektől fogva a fegyverszünetet Követeli kéré. A nyugat-európai országok és Washington sem hajlandó a békét előre mozdítani. Erről az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője beszélt. Koskovics Zoltán hozzátette, harmadik éve tart a háború, folyamatosan hallnak meg az emberek, a nyugati politikusok ennek ellenére elsősorban az eszkaláció hangján szólalnak meg. Hogyha a franciák, vagy a lengyelek, vagy a balti államok azt a három katonát átküldik az ukrán határon. Semmilyen fajta NATO védelmet nem fognak élvezni, és az oroszok azt csinálnak vele, velük, amit akarnak. És amit csinálni fognak, az az, hogy demonstratíve elpusztítják őket, és vadászni fognak rájuk. Macron európai embereket akar a biztos halálba küldeni Ukrajnában. Azt kell képviselnünk, hogy tűzszünet, béketárgyalás. Tűzszünet, béketárgyalás. Egyébként belerántanak bennünket. A magyar álláspont a háború kirobbanása óta nem változott. Magyarország kormányának közösségi oldalára most öt olyan érv is felkerült, amelyek a béke mellett szólnak. Ezek között szerepel az is, hogy a magyar emberek biztonsága mindennél fontosabb, a fegyverek szállítása pedig meghosszabbítja a háborút, amely bármikor kiterjedhet más országokra is. Leszögezik azt is, hogy ez nem a mi háborunk, adásul ártatlan emberek százezrei halnak meg. Magyarország számára így továbbra is kulcsfontosságú a mielőbbi tűzszünet, majd a béke.